Hamarosan a sárospatakiak és a kistérség lakosai is használatba vehetik az Európai Uniós támogatásból épült emelt szintű járóbeteg szakellátó központot. Most azonban még az utolsó fázisok között az épület berendezése zajlik, tudtuk meg a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Két héttel ezelőtt átvettük az épületet az építető cégtől, megkaptuk a kulcsokat, és végigjártuk az épületet a szakorvosokkal, akikkel megbeszéltük a berendezéseket, hogy hogyan legyenek elhelyezve, illetve a műszereket. Most jelen pillanatban ennek az elhelyezése folyik. A beruházás végének közeledtével már hetekkel ezelőtt elkezdődött a különböző hatósági engedélyek beszerzésének folyamata is. Most folynak az engedélyezések is, és ilyen, hogy használatbevételi engedély, illetve ANTS működési engedély, valamint ugye későbbiekben web szerződést kell kötni, ezek az engedélyek megvannak. Szeretnénk minél előbb beköltözni ebbe az épületbe, ezért nagy erővel végezzük ezeket a munkákat. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb a lakosságot itt tudnánk fogadni, és itt tudnánk nekik egy magasabb szintű ellátást biztosítani. Az új emelt szintű szakellátót lassan az orvosok is elfoglalják. Már az első benyomások is pozitívak voltak. A szakorvosoknak nagyon tetszik ez az épület, tehát aki bejön, mindenki azt mondja, hogy dizájnos és szép, tehát ők végül is nagyon jó véleménye vannak az épületről, és ez nagyon fontos, mivel ők fognak itt dolgozni, úgyhogy reméljük, hogy a lakosság is ugyanígy fog vélekedni, és egy jó minőségű ellátást fogjuk kapni. A sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, várhatóan áprilisban már fogadja a kistérség betegeit a sárospataki emelt szintű szakellátó.